Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Önök az Oltalom Rádiót hallgatják, a Másképp Gondolkodók Rádióját, én pedig Herényi Kári vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja. Most élőben folytatjuk a műsorunkat, sajnos az előző egy óra az egy felvételről ment, ennek pedig egyetlen egy oka van, hogy a MÁV sajnos jelentősen késett ma, valami meghibásodás volt, biztonsági berendezés meghibásodás, és egyszer nem értem ide, nem tudtuk elkezdeni élőben a műsort, ezért ment felvételről, most viszont élőben beszélgettünk Nagy Viktóriával, aki az Élni Akarunk alapítvány, amely ö, nehéz helyzetű gyermekek, felnőttek, elesett családok sorsán kíván segíteni, ennek a vezetője. Tisztelettel köszöntöm. Üdvözlöm. No, a kérdés az, hogy kinek az ötlete volt ez az alapítvány. Ez azért fontos, mert egyre inkább rászorul a magyar társadalom arra, hogy a civilek megmozduljanak és valamit tegyenek. Épp a napokban fogadta el a Magyarországgyűlés azt a törvényt, ami az állam felelősségét a szociálisan nehéz helyzetben lévők vonatkozásában erősen korlátozza és hát inkább a családokra terheli. A családok erre nincsenek felkészülve, hát őket támogatják a civil szervezetek. Ez a civil szervezet, ez mikor, mikor alakult? 95-ben alakult a civil szervezet. Az alapítónk Csécsi Barnabás tanár úr, aki iskolaigazgató volt, a Benedek Elek az igazgatója, ő gyógypedagógus, és ő indította el ezt az alapítványt azzal a célral, hogy az iskolában nevelkedő gyerekeknek lehetőséget adjon nyári táborozásra, sportra, kultúrára. Lényegében ez volt az elsődleges célja az alapítványnak. Én három évvel ezelőtt vettem át ennek az alapítványnak a vezetését, és azt gondoltam, hogy ez egy gyönyörű munka, amit ők végeznek, de szűknek találtam a teret, és azt gondoltam, hogy kicsit bővítsünk rajta úgyhogy országossá, illetve határon túli vetettük az alapítvány működését, és szépen lassan elkezdtünk épülgetni kifelé az iskola palai közül. Hát jelenleg közel 600 családunk, gyerekünk van, 30 szűk család, 600 gyerek, iskolák, obodák, akikkel foglalkozunk, illetve sportegyesületek, akiket támogatunk. A segítőink között vannak sportoktatók, edzők, énekesek, táncoktatók, tehát egy, egy nagyon összefogott csapat, akik, akik, szívvel dolgoznak a gyerekeinkért. És hogy került az alapítvány közelébe? Előzőleg mivel foglalkozott? Hát ez egy érdekes történet, mert én körülbelül tíz éve kezdtem el kapirgálni azt, hogy valamit tenni kéne. Ennek az oka az volt, hogy volt egy Elég rosszul sikerült terhességem, és koraszülött gyermekeknek adtam életet. És amikor ott ültem a vaj küszöbén, azon, hogy vajon életben maradnak-e a gyerekeim, olyan emberek jöttek oda hozzám segíteni, akár lélekben, akár, akár eszközökkel, akiket én soha életemben nem láttam, nem ismertem. És később derült ki számomra, hogy ezek az emberek nem csak nekem, hanem mindenkinek segítenek, aki hirtelen ilyen helyzetbe került, és én nagyon tiszteltem az ő munkájukat, és elhatároztam, hogy ha a gyerekeim akkorák lesznek, hogy én tudok haladni tovább, akkor én ezzel szeretnék foglalkozni a következőkben, hogy, hogy utána nézek, hogy kik azok, akiknek lehet segíteni. Tehát a példa volt ragadós. Így van, így van. A látta, megtapasztalta, Igen, és azt szó, mondta, hogy ez az út, amin nekem Igen. mennem kell. Igen. És mi újság az ikrekkel? Gyönyörűen meg. fejlődnek, azóta született még egy kislányunk, tehát most már összesen hat gyermekem, három és fél unokám van, mert úton van a negyedik. Úgyhogy egy gyönyörű, hatalmas család, és nagyon boldog vagyok velük és mind részt vesznek a munkába. Tehát az összes gyermekem olyan, hogy, hogy vagy itt, vagy ott, vagy de mindig valamelyik megjelenik. Úgyhogy. Akkor az a nehéz indulás ellenére megtalálták igen, a helyüket. Igen, és most már állistenek. hány évesek? Hát most 11 évesek a drágáim. <laughs> egy petyűek vagy? Üvek, vagy üvek? Külön, de. A fiú lány, fiú, vagy? lány az őr meg a baj személyesen, ahogy szoktuk őket hívni. Tehát a, a kislány adhd ami egy nagyon érdekes állapot, nem mondanám betegségnek soha, én is adhd is vagyok, és nem vagyok beteg. Tehát ővel egy rendkívül érdekes... Ez a hiperaktivitás? Ez a hiperaktivitás hiperaktivitása. Tehát lényegében azt mondják a szakemberek, hogy ők rosszul vannak bekötve. És ez tényleg így van, tehát náluk a neuronháló másképp van bekötve az agyban. Tehát amíg én tudok most arra figyelni, hogy megiszom ezt a pohár vizet, ami előttem van, ez a gyerek, ez négy dolgot csinál egyszerre ő megnézi, ami éppen megy a tévébe mesel, közben kirak egy kirakót, és még megtanulja a verset, ami ott van, és ezt ő, mi azt látjuk, hogy káosz, és a gyerek fejjel lefelé lóg, és minden irányba megy, holott ő nagyon jól tudja, hogy mit csinál, csak nekünk idegen, nekünk furcsa. És őket jó keretek között tartjuk, akkor ők, ő belőlük lesznek a zsenik. Az iskolába hogy viszonyulnak az ilyen gyerekekhez, mi a tapasztalata? Hát ez nagyon furcsa, ez iskola függő, tehát nekünk nagyon nagy szerencsége volt, így van, így van, tehát őket mindenképpen kis létszámú osztályba kell tenni, mert az első évek azok velük katasztrofálisak. Tehát ő a saját feje után fog menni, ő meg fog szólalni, ő neki sokkal lassabban megy az, hogy hogy beálljon a sorba, mint bárki hát. másnak. Ö, az a baj, hogy a, nem is az iskolával van a nagyobb probléma, hanem a szülővel. Tehát amikor én azt láttam, hogy a gyerekem más, mint a többi gyerek, akkor én szakember segítségét kértem. És tudomásul vettem, hogy igen, másképp kell fejlesztenem, mások a, a prioritások őnála, mint egy, egy, egy mondjuk úgy normál gyereknél, és már obodában elkezdtük az ő fejlesztését. Tehát neki valamivel könnyebb volt beilleszkedni, könnyebben vette föl a tempót, tehát első osztály végére már nagyon szépen, sőt, kitűnő bizonyítványa a végzet. De ugye, ha a szülő nem veszi tudomásul, hogy baj van a gyerekkel, akkor a szakember nem tud segíteni. Na most, hogyha bekerül már az iskolába a gyerek, és ott derül ki, akkor az első két évét elveszítette. Mert ugye mi lesz akkor? Az lesz, hogy nincs diagnózis, nem tudják, hogy ő neki kell egy egy különfajta ne nevelési mód. rossz és engedetlen. Így van, és a gyerek, a gyerek sinlődik, mert nem ő a hibás benne, hanem, hanem a, maga, a rendszer is. Ugyanis amikor egy gyerekről kiderül, eleve van egy éves várólista. Hogy ő tényleg megkapja azt a kezelést, ami kell. Ez borzalmas Magyarországon, de az értem, miért hogy... van a várólista, kicsi az orvosi kapacitás. Így van, tehát kevés nem az, orvosi az orvosi kapacitás, ott. ugye ehhez kód kell, hiába állapítja meg egy független ö, szakértő azt, hogy igen, ennek a gyereknek ez a baja, őnek ugye hmm. meg kell kapni a hivatalos kódot, ez két helyen lehet megkapni, és itt ilyen a várólista. Tehát ez, ez katasztrofális, ezért kell már kicsi odafigyelni, vannak jelei, tehát szemmel látható jelei vannak, ha egy gyerek és különböző fokozatai vannak az adhd nak tehát van, amelyik gyerek teljesen el van, nincs, nincsenek dükkitörései, csak hiper a hipernél. Van, amelyiknél már viszont, amikor ő már nem tudja kifejezni magát, nem éri el a célját, akkor bizony dühöng. Tehát ő rajta kijön az, hogy, hogy már pedig én akkor is azt fogom csinálni, és akkor ordít és csapkod, és, és neki megy a társainak. És ez a két aranyos iker, gyerek, ez egyformán, viseli ezt a dolgot, vagy egyformán látszik rajtuk? Ő, hogy mondjuk hogy, úgy, hogy teljesen kiegyensúlyozottak, ugyanis a kislány hiperaktív, a kisfiú viszont iszonyat lassú, tehát így együtt adnak ki ők egy gyereket, szerintem, én ezt, mindig ezt szoktam mondani, hogy rossz volt az elosztás, <laughs> ők együtt nagyon jól megvannak, tehát ők nagyon tolerálják a másik másságát, Imádják egymást, sőt nem nagyon vannak el egymás nélkül. Tehát, egy osztályba járnak. Egy osztályba járnak, segítik egymást. Egymás mellett ülnek. Nem, nem, nem lehet. Nem lehet, tehát azért annyira nem. Abból baj lenne. <laughs> Viszont attól függetlenül ők, ők lényegében mindig közös lényt alkotnak. Tehát ők együtt az igaziak az adja a biztonságot nekik. Igen, tehát Egyébként nekem, a... nekem Iker öcséim vannak, akik az általános iskolában, ők egypetéjükre teljesen egyformák, mm. és ők egymás mellett ültek, de hát azért ők is elég érdekes jelenség voltak Igen. az iskolában, és elég érdekes dolgokat produkáltak, tehát messze eltértek a az átlaggyerektől. Van-e valamilyen szervezete az ilyen hiperaktív gyerekeknek, van. vagy van olyan alapítvány, aki foglalkozik velük? Van vele? az LDHD alapítvány, ami, ami foglalkozik velük, illetve van az LDHD Egyesület, ami pedig az ő nyári táborosztatással foglalkozik, ugyanis őket az iskolák nem táborosztatják. Tehát ők azok a gyerekek, akiket nem viszünk a... magunkkal, mert az ez évnek. csak a probléma van. Van az ADHD Egyesület egy nagyon kedves barátom a vezetője és a szakmai vezetője is. Az egyesületnek a vezetője Gábor Péter, ő egy színész, szintén rendkívül hiperaktív úriember, aki aztán színész, énekes, szerintem nincs az a szakma, amit még nem próbált ki, imádja a gyerekeket. A szakmai vezető mind a két ö, ö, szervezetnél Hajdu Ági néné, aki egy tündér, és tényleg ő az, aki, aki összefogja ezt az egészet, összekarolja ezt az egészet, irgalmatlan szakmai tudással rendelkezik. Tehát ha bármikor akad gyerekünk, akivel nem tudunk mit kezdeni, akkor mindig jelentkezünk, hogy Ági néni, légy szíves, segíts nekünk. Most az alapítványunk is készül Ági egy közös projektre szeretnénk egy januártól vagy februártól, hát az önkormányzattól függő, hogy mikorra tudjuk megkapni, egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol tudunk ezekkel a gyerekekkel is foglalkozni. Tehát lényegében ez egy olyan közösségi tér lenne, ami kiszolgálna a komplet kerület igényeit szociális támogatásban. Akár Erzsébetről, persze Erzsébetről, Erzsébetről ten, van szó, hiszen az iskola ott van. Igen. Így van, ez Erzsébeten ö, lenne. Tehát ö, itt ö, több lépcsőben dolgoznánk, ö, akár a szociális ö, segítségnyújtásban, akár az oktatásban. Itt ugye lenne helye az ADHD gyerekeknek a a segítésében, ugye szakmai segítségnyújtásban. De lesz jogászunk például, ja. aki ezt fordulhatnak a kerületiek, hogyha valamilyen problémájuk van. Tehát mi ezt nagyon szépen fölépítettük egy komplex intézményé. Aha. Egyelőre ott tartunk, hogy helyünk nincs. Tehát ezért küzdünk, hogy tudjunk egy akkora helyet szerezni, ahol ezt mind meg tudjuk oldani. Az mekkora hely? Milyen helyi hát egy, van? Hát egy legalább 150 négyzetméter több helységből álló, ugyanis a gyerekeknek kell egy mozgásfejlesztő szoba. Az mindenképpen kell, a mozgással lehet a legjobban a hiperaktivitást javítani. Tehát vannak olyan mozgásterápiák, amik ezen segítenek, illetve vannak számítógépes programok, amiben Ágnéni tud nekünk segíteni, szintén a, az ADHD-s gyerekeknek. Nagyon érdekesek, én a múltkor játszottam, mert engem lekötött, úgyhogy biztos, hogy működik. Mm. Ö, tehát ö, szeretnénk úgy épülni, hogy mindenkinek, a, 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 aki, aki segítségre szorul, bármiben tudjunk segíteni, ha más nem az, hogy tudjuk, hogy hova tudjuk irányítani, hol talán segítséget, ha nálunk nem kap. No hát akkor ö, beszéljünk arról, hogy ugye ö, ebből a tevékenységből az, az, az látszik, hogy nem a pénz a minden. Mert hát itt hát nem pénzről van szó, Igen. hanem emberi akaratról, szeretetről, szolidaritásról, együttérzésről, segíteni akarásról és együttműködésről. Ezt, ezt tapasztaltam meg, amikor bajba voltak a hogy idegen emberek mentek oda. Na most, hogy működik, hogy illeszkedik bele a társadalom élő szövetébe egy ilyen szervezet, egy civil szervezet, egy alapítvány? Milyenek a kapcsolatai mondjuk felfelé az önkormányzattal, milyenek a kapcsolatai a helyi lakossággal, és milyenek? azokkal, akik egyszerűen csak fogékonyak az ilyesmire, és meg akarnak segíteni, akarnak a adott helyzeteket és problémákat megoldani. Önkormányzattal alapján járaton jó kapcsolatunk van a képviselőkkel, rendszeresen dolgozunk együtt, vannak közös rendezvényeink, idén volt például egy bántalmazás elleni előadásunk a Kenner Katalin képviselőasszony segítségével, ahol lényegében arra hívtuk fel a figyelmet, hogy Egyrészt önvédelmi ö, részről jöttek el bemutatót tartani ö, egyesületek, akik elmondták, hogy annyi, annyira védekez, hogy el tudsz szaladni, illetve hogy kit ö, hol találnak meg, hogyha baj ér. Tehát hova tud fordulni egy nő, ha bántják, akár legyen szó családon belül. Főleg erőszakról. nőkről, tehát a családon főleg nőkről, és a nők nőkről, Hát a kiszolgáltatottabbak, a gyengébbek. Igen, tehát ez, ez, is egy érdekes történet, mert engem rendszeresen találnak meg olyan családok, ahol bántalmazás folyik. Tehát most jelen esetben négy olyan családom van, ahol, ahol, bírósági, rendőrségi szakban tartunk. Ez családon belüli erőszak? Vagy külső? Családon belüli erőszak, ez mindegyik. Tehát itt mind, mind a négy esetben családon belüli erőszak van. Gondolom nem az óvodáskorú elgérő. gyerek tartja hát retegésbe a igen, családot. Igen, meg nem hanem... is az anyuka általában, bár volt olyan esetem, ahol, ahol a anyukától kellett apukát megvédenünk, tehát ilyen is volt pár évvel ezelőtt, de az a baj, hogy én azt veszem észre, hogy ahogy romlik a gazdasági helyzet, egyre több az erőszak. Tehát az embereknek a reakciója arra, hogy, hogy csúszik lefelé a család, az az, hogy kiadom a dühömet az asszonyon, kiadom a dühömet a gyereken, elhagyom, de a vagyont vinni akarom, de a gyerek meg az asszony, hogy nem kell. És ugye ebből jönnek a konfliktusok. És, és ezek egyre durvábbak. Tehát a, amíg azelőtt elcsattan néhány hangos szó vagy két popon, itt most már a lelki terror, a, a gyerekeket ért testi bántalmazás egyre, egyre erősebben jön ki. Tehát ö, én azt látom, hogy durul a helyzet ebben a ebben a tekintetben. Hát ha az országot telerakják olyan plakátokkal, amiből egy szó sem igaz, és ami bombák láthatóak, és ami erőszakot sugároz, akkor előbb-utóbb ez lesugárzik a családokba, sőt a személyekbe. És ez az ez a őrült feszültség, ami ébred az emberekbe, ez keresi a kiutat. Igen. És hát a legkézen az, aki a legközelebb van, akiben egy helyre vagyok bezárva, az a család, tehát ez óhatatlanul a családi erőszak erősödését hozza magával, Igen. ez a fajta állami hozzáállás. Az állami is, illetve én arra gondolok, hogy a gyerekeknél például az is egy új tünet. Egy pár éve jelent meg, hogy ugye nálunk is volt, hogy összevesztünk az osztálytársunkkal, elcsattant egy papon, vagy csúnyát mondtunk a másikra, és ez a történet itt megállt. Na most ezek a gyerekek, akik most felnőnek, ők, ők olyan szavakat használnak, ami nekünk eszünkbe nem jutott. Tehát mi nem mondtunk olyat, hogy elvágom a torkodat, megölnek, nem, nem ütöttük. Ha meg is ütöttük a másikat, vagy meglöktük a másikat, akkor sem zajlott ez olyan agresszióval, hogy kórházba került a másik. Nem volt kés a gyerekeknél, nincs lőfegyver a gyerekeknél, ugye, ami az utóbbi időben igen sűrűn előfordult, és én itt okolom a médiát, a játékokat. És a szülő felelőssége az, hogy mit engedek meg a gyerekemnek. Az én gyerekem is leül a számítógéphez, hat gyerekem van. Leül a számítógéphez, mindenkinek megvan a maga kis ideje. De az én dolgom az, hogy ellenőrizzem, hogy őt mit csinál. És amíg a szülő úgy érzi, hogy ha a kezébe adok egy telefont, és bolyongjon az interneten, addig se engem nyüstöl, addig folyamatosan kiteszi a gyerekét annak, hogy ez az erőszak ráomoljon, és a gyerek fölveszi ezt az erőszakot és tovább viszi ezt az erőszakot. És sajnos ő azt gondolja, hogy amikor a játékban meg, meghalok, és utána fölkelek, hogy ez így van a valóságban is. De nem kell föl, és ezt bizony az öngyilkos gyerekeinkkel látjuk például. Rengeteg az öngyilkos gyerek, aki, aki úgy döntött, hogy én inkább most, most megölöm magam. És ő azt gondolja, amikor utána elbeszélgetünk vele, mert hál' Istennek nem sikerült ez az öngyilkosság, hogy ő nem gondolta, hogy meg fog halni. Csak fel akarta hívni magára a figyelmet. Nem, ő nem, 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 is a figyelmet. Tehát egyértelműen figyelemfelhívásnak indult, de ő azt gondolta, hogy ő ebben nem fog belehalni. Hát végignézi a filmben, végignézi a játékban, föl kell. És ez egy 13 éves gyerek, aki azt gondolta, hogy ha öngyilkos lesz, akkor ez újra indul. De nem, ez nem indul újra, és, és ezt meg kell velük értetni. Tehát nekünk az a felelősségünk, szülőknek, segítőknek, szerintem a komplett társadalomnak, hogy odafigyeljünk ezekre a gyerekekre, mert, mert elvesznek az internetnek a métejében. én elég gyakran és elég sok időt töltök tömegközlekedési eszközökön, és óhatatlanul kihallgatok, meghallok beszélgetéseket és gyakran fordul elő, hogy szülők panaszkodnak az nem ott lévő gyerekeikre, hogy bármit csinálok ezzel a gyerekkel, ez nem fogad szót, ez nem csinál, azt nem csinál, amazt nem tudom megtanítani erre, meg arra, inkább megcsinálom helyette, mert hamarabb készen vagyok. Na most én meg azt mondom, hogy a, a gyerek az a szülőnek a tükörképe. Tehát a gyerek viselkedésén a szülő hozzáállása tükröződik vissza. Tehát az a szülő, aki a gyerekét szídja, az tulajdonképpen saját magát szídja, csak nem mondja ki, valószínű, hogy fel se ismeri. A gyereknevelést azt nem szülőneveléssel kellene kezdeni? Hát rám egyszer nagyon csúnyán néztek egy gyerekekkel foglalkozó közösségben, mert én azt mondtam, hogy ahhoz, hogy valaki gyereknek adjon életet, én ugyanolyan alkalmassági vizsgálatot kérnék, mint a jogosítványnál hogy alkalmas arra, hogy gyereket neveljen. Mert az a baj, hogy megszületik a gyerek, és tündi mindig kicsike, és nem lehet mutogatni, aztán jön az önálló akarata. Na most ugye liberálisan neveljük a gyereket, mert hogy ez a trendi, ami annyit jelent, hogy nem szabunk a gyerekeknek keretet csinál a gyerek, amit akar, mert hogy liberálisan kell nevelni. De ez nem liberális nevelés, ez gondatlan. Ez a liberalizmus az he, más. Igen. A szabadságot és ad, és a gyereknek meg kell adni a szabadságot, persze úgy, hogy segítek neki. Igen. A döntéseket előkészít, mindenben segíteni kell Igen, neki. tehát ők azt gondolják, hogy, hogy ha én szabadjára engedhetem a gyerekemet, akkor az azt jelenti, hogy nekem nem kell nevelnem a gyerekemet, de igen. Tehát itt van a hiba, hogy a szülő azt gondolja, hogy ő jót tesz azzal, hogy a gyereket ekkora szabadságra engedi. Tehát most már a svédeknél is megy egy kutatás, ami kimutatja, hogy nagyon rosszul csinálták, amit csináltak, mert elszabadultak a gyerekek. A gyerek, akinek nem tanítjuk meg a szabályokat 6 éves koráig, az nem fogja őket elfogadni felnőtt korában, mert nem neveltük bele. Tehát ugyanolyan szabályrendszere van, persze az én gyerekeim is szabadon nőnek, de van egy keretrendszer, amiben bele kell férniük. Tudják, hogy meddig mehetnek el, mik a szabályok. Tud megtanítottam őket a tiszteletre, megtanítottam őket az értékrendre, ami hiányzik a legtöbb gyerekből, mert most az értékrend az az iPhone, amit tudom én milyen ruha, a nem tudom milyen tévében reklámozott játék, nem ez az értékrend. És ezt nagyon sok szülőben nézi, és amikor ott áll a kamasz 11-2-3-4 éves gyerekével, aki elküldi őt a penébe, akkor ő van megsértődve. És itt, itt, itt kéne korrigálni. Foglalkozik-e az alapítványuk a szülők támogatásával, képzésével, segítésével, különösen hogyha ilyen nehéz sorsú gyerekek, mondjuk aki ADHD-vel terhelt, hogy hogy kell velük bánni, hogy kell viszonyulni hozzájuk? Segítenek itt a el szakemberek el? segítenek nagyban, tehát az ADHD-nál azért teljesen más, mert ott azért egy ADHD-s gyerekkel együtt élni, az körülbelül olyan, mint hogyha hatot nevelnénk egyszerre. Tehát ezt úgy el kell fogadni annak, akinek és gyereke van. Irgalmatlan türelem és hatalmas humorérzék kell hozzá különben. Ez a két dolog megvan, akkor ez a gyerek egészségesen fel fog nőni. Van olyan szülő, aki ettől megijed, vannak szakemberek, akik ebben tudnak segíteni, akár az ADHD alapítványnál, akár együtt dolgozunk több együselettel, ahol vannak pszichológusok, akik föl tudják készíteni, elmehetnek tanácsér a szülők, Hozzánk is bármikor, bármelyik munkatársamat megkeresik, nagyon szívesen elbeszélgetünk, segítünk. Hozzám járnak gyerekek is. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy eljön a gyerek, úgyhogy a szülőnek nem szól, hogy ő meg akarja velem azt beszélni, hogy ezt hogy mondja el anyának. Mert nem meri elmondani anyának, hogy ő neki most van egy olyan története. Például ilyen, ilyen volt legutóbb, megjelent nálam egy kisfiú, 13 éves, és ő úgy érzi, hogy meleg, de nem meri otthon elmondani. Na most, amikor egy gyerek nem mer valamit a szülőnek elmondani, ott már baj van. Tehát ez egy nagyon komoly probléma. Teljesen mindegy, hogy mi a, az oka, hogy most meleg az a gyerek, vagy éppen csak rosszat csinált, vagy kapott egy rossz jegyet, vagy hibázott valamiben egy gyereknek a szülővel. A alap, alap probléma van. az a bizalom hiánya, Igen. ami a gyerek és a szülő Így között van. nincs meg, nincs ami meg, nélkül a elképzelhetetlen a sikeres Igen. együtt élés. Igen és sajnos itt nagyon nagy bajok vannak ilyen szempontból, mert, mert a szülő próbál megfelelni annak a képnek, amit a társadalom vár el tőle, és emellett elveszik a gyerek. És utána kerestetünk hibás, de a hibásak mindig mi vagyunk. Tehát egy szülő elhanyagolja a gyerekét akármilyen tekintetben, és, és itt most nem csak arról beszélünk, hogy az elhanyagolásnak milyen fogozatai vannak. A gyerek lelke egy, egy nagyon érzékeny kis üveggömb, azt egyszer lehetjük, nagyon nehéz összerakni és erre nagyon oda kell figyelni. A gyereknevelés az tanulható dolog, felnőtt korban is tanulható. Németországban például lehetőség van arra, hogy szellemi fogyatékos párok gyereket szüljenek, akik nyilvánvalóan nem tudják ellátni a szülői feladatokat, legalábbis a kezdetén. Viszont van egy olyan alapítványi hálózat, amelyik megtanítja őket, hogy hogy kell azzal a kicsivel bánni, felügyeli őket, segíti őket, hogy ők is teljes életet tudjanak élni, és a legtöbb esetben teljesen normális gyerekek nőnek fel, akik utána segítik és támogatják a szellemi fogyatékos szüleiket. Tehát ö, óriási igen. és csoda dolgok, bele is borzongok, hogy milyen Én szép dolgok együtt tudnak. Nő fel a szülő és a gyerek, ez egy nagyon érdekes kísérlet. Tehát igen. De hát ez csak azért mondtam, hogy ez, egy, ez egy tanulható dolog, és én azért bátorkodtam az előbb azt mondani, hogy a gyereknevelést azt a szülőneveléssel kéne kezdeni, hogy igen. mint ahogy a, a, a templomba akar valaki megházasodni, vagy egy esküvőt tartani, akkor el kell menni a paphoz, és akkor ott a pap, akinek ugye sose volt elvileg, legalábbis a katolikus nem volt barátnője, de kiképezi, hogy hogy kell a női nemmel bánni. Mondjuk legfeljebb az anyukájával volt ilyen típusú tapasztalata, na mindegy. de valamire felkészítik őket. Beszéltünk arról, hogy az önkormányzattal milyen a kapcsolat, de milyen a társadalom középső vagy, vagy. Érdekes, mert az első évem az arról szólt, hogy megpróbáljam az embereket rábeszélni arra, hogy egymásnak segítsenek. És az első néhány hónapban ez nagyon nehezen ment, aztán szépen megindultak egyesével és akár, akár magánszemélyekről beszélünk, akár cégekről, akár csak segítségkérőkről, szépen lassan eljutottak hozzánk, és, és ráébredtek arra, hogyha valamit együtt csinálunk, sokkal könnyebben megy. Tehát nálunk nagyon sokszor van olyan, amikor én megkérem a, a támogatókat, hogy akkor most próbáljuk meg ezt együtt megoldani. Illetve most már ott tartunk, hogy együtt működünk több kisebb szervezet, mert sokkal erősebben, hatékonyabban tudunk dolgozni együtt. Teljesen mindegy, hogy most a cél éppen egy rendezvény, egy gyűjtés, egy, egy előadás, vagy bárminek a megszervezése. Tehát arra kell rávezetni szerintem a, a civil szervezet vezetőit is, civil szervezetek vezetőit is, hogy ha megfogjuk egymás kezét, akkor előrébb jutunk, mint ha mutogatunk egymásra, hogy ő hogy csinálja. Tehát tudjuk egymást tanítani. Mindenki tud valami olyat, amit a másik nem. És hogyha mi kézen fogjuk egymást, és ezt egy erős akarattá tesszük, akkor tudunk változtatni a dolgokon. És ez a, ez a következő évünknek a, a, célja, hogy összeépítsük teljesen most már egy, egy ernyő alá ezt az egészet, és egy mentorhálózatot szeretnénk kiépíteni, amiben részt vesznek sportolók, részt vesznek szakemberek, támogatók, Például most van pont egy ilyen történetünk, Mikulás napon voltunk egy gyermekotthonban, és én ott találtam egy kisfiút, aki táncolt. Na most, ahogy ő táncolt, hát nekem tátva maradt a szem, mert előttem úgy megelevenedett egy boxling, hogy ez a gyerek onnan lépett ki. Akkor a tehetség van a gyerek ránézésre, amit nagyon ritkán lát az ember olyantól, aki soha nem járt egy edzőterem környékén sem. Tehát ő soha nem tanult boxolni. Leültem vele beszélgetni, és ő elmondta, hogy ő Mike tyson nézi. Mert ő neki ő a példa. És szeretnél boxolni? Hát ő nagyon szeretne. Mert találtam mellé mentor, tehát ő januártól boxolni fog. Lesz mellette olyan, aki edzi, tehát egy edzője, illetve lesz mellette egy idős boxoló, aki, aki magát a boxvilágot mutatja meg neki, aki lényegében nagypapa, barát, és, és egy olyan ember, aki. Több funkciós. Így van egy több funkciós ember, akibe ez a gyerek belekapaszkodhat. Mert ugye ő neki, ő neki senki nincs, aki belekapaszkodhat. Na most ugyanezzel a módszerrel tudunk családokat támogatni. Van egy csomó egyedülálló idős emberünk, akire nem nyitja rá az ajtót senki. Van olyan családunk, ahol nincs nagyszülő. Egyedülálló anyukán két gyerekkel. Össze kell őket hozni. És tudnak együtt alkotni egy csodát mert mind a kettőjük lényegében 150 méterre laknak egymástól. Tehát nem is értem, hogy ez, ez miért nem alap dolog, hogy az emberek ilyenkor támaszt keresnek. Miért kellünk ehhez mi? Tehát erre kell megtanítani az embereket, hogy, hogy igen, ha segíted a másikat, akkor neked is könnyebb, neki is könnyebb, mindenkinek könnyebb. Ez azt jelenti ugye, hogy a pénz az egy nagyon jó dolog, de azért az nagyon kevés e problémát old meg, sőt, ha pénz megjelenik, az általában problémát okoz. El kell osztani, kinek jut több, kinek jut kevesebb. Sokkal nagyobb erők rejlenek a magyar lélekben, meg a magyar társadalomban, annál, mint amint pénzzel ki lehet fejezni. De ezeket a társadalmi eh, eh, vagyonokat, társadalmi tőkéket, ha mozgósítani tudjuk, akkor sokkal kevésbé érezzük magukat szegénynek, akkor is, hogyha egyébként hát kevés pénzünk van. Mert nem a pénz mennyiségétől függ az ember lelki állapota, hanem attól, hogy hogy viszonyul magához, a környezetéhez és a környező világhoz. Erre lehet tanítani az embereket? Azért kérdezem, mert az előbb mondta, hogy összefogás kell, és hogy az elején nagyon nehéz rávenni az embereket, hogy nyíljanak meg. Mi lehet ennek a bezárkózottságnak, vagy elutasításnak az oka neveltet? és társadalmi okai vannak? Félnek. Én azt látom az embereken, hogy félnek. Azt, hogy konkrétan ki mitől, ez, ez helyzetfüggő. Tehát fél az idegennel, mert valamikor régen érte valami olyan, hogy valakiben megbízott, és az, az nem úgy bent vele, hogy kell. Van aki, van, aki attól fél, hogy hogyha én segítek máson, hogy az most akkor be fog hozzám törni meg a többi, és kiraboltatért is hallottam már. A másik szerintem az érzéseiket félnek az emberek kimutatni. Mert onnantól, hogy én kimutatom az érzéseimet, onnantól én sebezhető vagyok. És a magyar ember zár, nem akarja, hogy bántsák. De mit, mit, mitől sebezhető azért valaki, aki kimutatja az érzéseit? Azt, hogy nem, szeret, ez, vagy szimpatizál igen, a? Igen, igen, de nagyon sokan inkább, inkább fölveszik a durcás jelmezt, és odéblépnek, ott látom, sok rendezvényen ott van, nem egy ember, aki. Már majdnem megszólal, már majdnem oda jön, és én kivárom, tehát nem fogok oda menni, ki fogom várni, hogy ő lépjen felém, mert ha én lépek, akkor ő még jobban be fog zárni. Látom, hogy már érdeklődik, és tetszik neki, és részt venne benne, de ott van egy gát, amit át kell törni. Nagyon-nagyon sok ö, olyan magyar ember van, aki azt mondja, hogy ez nem a mi dolgunk. Rá kell ébreszteni, hogy igen, a te dolgod, mert a... Az, hogy kinek segítesz, az rajtad múlik. Senki nem mondja azt, hogy most a kis cicákon, a kis gyerekeken, a nyugdíjasokon segíts. Van szíved, érzed, hogy mi az, ami, ami, téged érdekel. A, akár legyen a sport, akár legyen az művészet, amihez értesz. Van festőművész nénink, aki gyerekeket tanít rajzolni. Nyugdíjas, ráér, időnként bejön, leül velük, nagyon élvezik a gyerekek. Vannak énekeseink, akik Tényleg annyira, annyira emberi fordulnak a gyerekekhez, hogy az leírhatatlan. Tehát például ebben a nevelő otthonban volt, hogy jött az egyik énekesünk, és én beszéltem a másnap az igazgató és mondta, hogy még este tízkor azt a videót nézték, amit ők fölvettek a telefonokkal a gyerekek, hogy hogy énekelt nekik a bácsi. Tehát ezek hatalmas értékek, csak ugye amíg a, a civil ember eljut odáig, hogy nem lesz attól nekem semmi bajom, ha másnap segítek, és a másnak segítek, és a, ami még jellemző, hogy a segítséget sem fogadják el. Tehát nagyon sokszor ütközök abba a palma, hogy látom, hogy probléma van, tudom, mert szólnak, hogy probléma van, tehát szól a, a szakember, hogy kéne vele beszélni, mert, és bezár, és nem enged segíteni. Na és ennek mi lehet az oka? Családoknál van egy nagyon furcsa berögződés a magyar családokban, hogyha én segítséget kérek, elveszik a gyerekemet. Minden második mondat erről szól hogy én azért nem kérek segítséget, mert akkor te ezt jelezni fogod a családvédelemnek, és elveszik a gyerekemet. Nem, ez nem így működik. Tehát a családvédelem célja az az, hogy egyben tartja a családot. Ezért családvédelem. Ugye nagyon sok rossz példa kering az interneten, a sajtóba, hogy elvitték a gyereket, mert rossz körülmények. Igen, elviszik a gyerekek, hogyha a szülő úgy dönt, hogy nem akarja a gyerekét nevelni. Ha egy De szülő, ez a hozzáállás nem. miatt van, tehát nem a körülmények miatt, nem. hanem az, hogy látják, hogy a szülő hogy áll ahhoz a gyerekhez, hogy viszonyul. Ha úgy viszonyul, hogy ott nincs garantál annak a gyereknek a normálist, vagy az egészségest valamennyire közelítő fejlődés, akkor teljesen joggal viszik el, hiszen annak a gyereknek az életér valakinek felelnie kell. Ha a szülő nem felel, akkor valakinek a társadalomnak felelnie kell. Igen, csak az a baj, hogy amikor a, a, szülő ezt gondolja, hogy azért nem kér, és amikor, ha még ő akkor kér segítséget, hogy lehet rajta segíteni, tehát még nem csúszott le teljesen, nem csúszott szét a család teljesen, akkor, akkor még ki lehet rántani a bajból. De általában megvárják azt a szintet, amikor már nem lehet. És itt van a baj. Szóval az előbb, mikor arról beszéltünk, hogy miért nem akarnak segíteni, meg miért nem fogadják el, akkor én, én a, a bizalom hiányát, aminek a gyökere valahol az önbizalom hiánya. Tehát Igen. nincs, ezek az emberek azért nem mernek kinyílni, mert nem tartják magukat szerethetőnek és elfogadhatónak. Ők De. attól félnek, hogy, hogyha ők megmutatják saját magukat, kiderül, hogy nem érnek semmit. Nincs önbecsülésük. Olyan a társadalmi státuszuk, olyan a, tár a környezetük, hogy ez nem alakult ki bennük. A, a neveltetésükből is hiányzik, pedig hát ez lenne a legfontosabb. Igen. Hogy, hogy Viszont az ember a gyerekeken magával... keresztül be lehet őket húzni. Tehát én, én azt vettem észre, hogy van olyan szülőnk, akinek a gyerekét több táboroztattuk, elvittük rendezvényekre, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, csomagot küldünk, terelgetjük a gyereknek a, a, a tanulmányát, és akkor a szülő megjelenik, hogy akkor én most tudok nektek segíteni. Mert már akkor azt érzi, hogy most már nekem kell. És ez egy belülről jövő? Igen. Nem kívülről ráoktrojált, hanem belülről. Igen, tehát egy ő önként, igény én kényszer. általában megvárom, tehát én soha senkitől nem kérek. Én jelzem, hogy erre lenne szükségem, de nem megyek oda senkihez. Ha ha ő megjelenik, akkor mi nagyon-nagyon szerető közösségbe fogadjuk őt. Tehát a mi közösségünk egy olyan közösség, ahol mindenki helyet talál. Tényleg csodabogarakkal csoda vagyunk körülvéve, de ezt, ezt nagyon komolyan mondom, hogy hogy olyan emberek vannak közöttünk, akik, akikről nem is gondoltam, hogy valaha is ö, segíteni fognak. Ö, most például a legutóbbi Mikulásos ö, sztorinkra, Insta is, TikTok, celebek jöttek el, fiatalok, akik ugye Istenként tisztelt személyek a gyerekek köreibe, És én először bocsássák ők meg nekem első körben, amikor ők oda jöttek, még sőt, még oda sem értek. Ugye sztereotípia magyar vagyok, hát ezek biztos ilyen link, nem tudom, milyen figurák lesznek, majd azért oda kell figyelni. És három rendkívül értelmes fiatal ember érkezett olyan mély érzelem látszott az arcukon, ahogy ott a gyerekek között jöttek, mentek, osztották a csoki Mikulást, és nagyon boldogok voltak. Én könnyeket láttam a szemükben. És azóta is folyamatosan jönnek az ötletek, hogy még ebben tudnánk segíteni, itt tudnánk ott lenni, és akarunk segíteni. És ez az, ami kell, mert, mert ők például azért a, az ő felületeiken, ahol 200-300 ezer fiatal nézi azt, amit ők csinálnak, tudják irányítani ezt. Tehát, hogy ő példát mutat, őt követni fogja a fiatalság. Például nálunk nagyon kevés a fiatal segítő. 30 év alatt szinte kijönnek, persze a kötelező 50 órás közösségi szolgálat miatt a gyerekek, de hát az az érettségihez kell, tehát muszáj jönni. De itt körülbelül megáll. Tehát nagyon-nagyon kevés az a fiatal, aki azt mondja, hogy én azért segítek, mert akarok segíteni. Ezekben a gyerekekben most, akik itt nálunk voltak, én azt láttam, hogy ők tényleg akarnak segíteni. És megérintett őket, ők nem ebből a világból származnak, soha nem jártak gyerekotthonban, soha nem láttak ilyen körülményeket, soha nem láttak ö, olyat, hogy valaki nem tud odaszaladni anyuhoz vagy puhoz, és ez őket nagyon megérintette. És hogyha ezt tudjuk promotálni, már pedig promotálni kell, hogy igen, ráérős időben azt a egy órát, két órát, fél órát, ha csak a szomszédnénének segítesz bevásárolni, ha a szomszéd anyukának vigyázol a gyerekére egy órára, amíg mit tudom én el tud menni valahova és elintézni, valamit hatalmas segítség tud lenni. És ők ebben sokat segíthetnek. Onnan uh, indultunk el, hogy uh, az önök alapítvány az Élni Akarok alapítvány, a az szóval. tulajdonképpen hátrányos helyzetű gyerekek. De hát itt nem gyerekekről van csak szó, hanem a társadalom minden szegletéről, Igen. hiszen a gyerekek egy családban élnek, és egy családban nőnek fel, és hogyha a gyerekeket támogatják, akkor a családot is, és nem csak anyagiakkal, hanem hát amiről idáig beszélgettünk, olyan mentális ö, kiegészítésben részesítik őket, <laughs> vagy tudást ö, ö, adnak át, ami ö, talán könnyebbé és elviselhetőbbé teszi az amúgy nehéz életüket. Ez a cél. Tehát egy, egy élethez nem csak az kell, hogy legyen mit tenni, hanem az is, hogy legyen miért tenni. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy, hogy kevés az, hogy adunk egy tányérételt, adunk egy kiló kenyeret. Ha, mm -hmm. ha azt nem boldogan eszi meg az az ember, akkor akkor sok értelme nincsen. És egy gyerektől elvenni a gyerekkorát azért, mert rossz a, a családnak az anyagi helyzete, ez, ez borzasztó. Tehát próbálunk minél több olyan élményt adni nekik, ami előre viszi a gyereket, nem fásul bele a szülővel ebbe a helyzetbe, amiben van. És ez nagyon fontos, hogy ebből a szülőt is ki tudjuk mozdítani. Mert ha a szülő benne marad, akkor a gyerekkel se jutunk előre. Hát ezt úgy hívják, hogy társadalmi mobilitás, Így hogy van. ki tud-e abból a körből törni, na de ahhoz segíteni kell a szülőknek is, és a szülők gyakran attól félnek, ha ők segítenek, akkor az azt jelenti, hogy az ő az nem jó. Miért kéne ebből kijönni? Ha nekem jó volt, akkor miért nem jó a gyerekednek? Van egy ilyenfajta gondolkodás vagy Igen. szemlélet is? Hát hogy... mondjuk inkább vidékre jellemző vidéken nagyon nehéz. Tehát ott, amikor, amikor előfordul, hogy ö, ö, megyünk családokhoz, ott ö, főleg a roba családoknál én megkapom, hogy hát miért nem jó ez így neki? Körbenéztél, ahol élsz életem? Szeretnéd, hogy ő is így éljen? Hát mi, miért nem jó ez így neki? Tehát valami borzalmas tud lenni, és amikor megmutatjuk azt, hogy hova juthat el a gyerek, akkor viszont már ő is elindul fölfelé, mert akkor ő is ott akar lenni. Hát vidéken annyiban más a helyzet, hogy azért ott a házkörülti munkálatokba, meg mezőgazdasági munkákba ott ki kell venni mindenkinek a részét, és talán attól félnek, hogyha a gyerek kikerül onnan, akkor ők ott maradnak segítség nélkül, tehát nyilván ez is benne van, de ez egy megoldható dolog. Arról beszélgettünk idáig, hogy nyilván aki nehézsorsú emberekkel foglalkozik, azoknak a közösséghez való hozzáállása és az intelligenciája az magasabb az átlagnál, mert azért választják ezt az utat. De mi van az érzelmi intelligenciájukkal? hiszen az érzelmi intelligencia az, amiről nagyon keveset beszélünk, ami meghatározza, ugye a másik intelligencia, az IQ, az meghatározza, hogy hogy viszonyulunk a világhoz a racionális keretek között. Na de hát az élet az nem csak racionális dolgok összessége, hanem nagyon sok benne az irracionális, az érzelmi, amit a tudatunkkal nem is tudunk fölfogni, érzéseink vannak, érzelmeink vannak, szerelmeink vannak, barátaink vannak, na ezeknek az összefogására alkalmas mérőszám talán, hogyha, ha ezt meg lehet mérni, az érzelmi intelligencia, de ez egy roppant fontos dolog. Roppant fontos, és én azt látom, hogy egyre jobban fordul ez negatív irányba, tehát egyre alacsonyabb a szintje az embereknél. Nem tudom, hogy mi ennek az oka. Tudom, mert persze nehéz az élet, és egyre nehezebb az élet, és háború zajlik körülöttünk, árak, stb. Hát milyen nehéz lehet azoknak, akik Viszont... benne élnek a háborúba. Hát igen, erről is tudok majd mesélni. Az az igazság, hogy ha, ha a szülő nem tudja, tehát itt, itt megint nagyon sokban fölneveltünk egy olyan generációt, akiben nincsen érzelem. Meg lehet nézni, hogy a mostani fiatal gyerekekről beszélünk 17 és 22 3 év között úgy lépnek át egy ember fölött, hogy közben kamerázza és megy tovább. Mert ő nem érzékeli azt, hogy ez a valóság. Nem veszi komolyan, hogy ez az élet. Na de hát azért vannak olyanok, akik nem így viselkednek, tehát ne általánosítsuk. Ez nem általánosítás, az, az átlagos. Sok nézem. ilyen van. Igen, nagyon sok. Tehát is egyre több. Tehát a fiatalok között egyre több jelenik meg. Nagyon sok olyan gyerek van, aki irgalmatlanul érzékeny, ők viszont veszélyben vannak pont azért, mert ez a világ őrájuk kegyetlen. És valószínűleg azért növesztenek páncélt, hogy ne lássák azt, hogy ő mennyire érzékeny. Idáig ö, a főváros ö, kerületeiről, vagy kerületéről, Erzsébetről, és hát az iskoláról, és a környékről beszélgettünk, és hát van önöknek ö, vidéken is egy bázisa, egy ö, valahol a, a szlovák határ mellett van az a település, amit hontnak neveznek, ugye, hontnak hívják, és ott is van egy bázisuk. Igen, ez a HON tábor hallgató kis tábor, ami kettő éve került hozzánk. Érdekes története van magának a tábornak. Amikor én az alapítványt átvettem, én elhatároztam, hogy nekünk saját tábor kell. Mert ugye megnéztem, hogy mennyibe kerül táboroztatni gyerekeket, és mondtam, hogy hát ennyi pénzt én nem fog tudni összegyűjteni, úgyhogy egész nyáron minden gyereket tudjunk vinni. És én itt hogy én ha kell, akkor bárkivel szövetségre lépek, de nekem tábor kell. Hát egész évben nem sikerült megoldanom, és decemberben azt mondtam, hogy most feladtam. Januárban felhívtak, hogy nem kell egy tábor. Így lett a miénk a hontábor, egy nagyon kedves házas pár ajánlotta pöl nekünk. A táborban 7-8 szoba van, egy hatalmas konyha, egy nagy ebédlő, 6000 négyzetméteres terület, közvetlen a Börzsöny lábánál a régei vár alatt. Állom szép környezetben, a faluval nagyon jó viszonyunk van, mondhatnánk, pont most legutóbb, amikor nem voltam, akkor ott az egyik helyi azt mondta nekem, hogy hát nem mondd már nekem, hát te honti vagy. Ami azt jelenti, hogy befogadtak Abszolút minket. Abszolút Tehát befogadtak minket, és ebben a táborban március óta uh, ukrán menekültek él, élnek, két Hárkovi uh, család, akik lényegében mindenüket elvesztették már. Tehát nekik nem maradt meg a házuk. Úgy néz ki a két család, hogy van egy házas párunk, egy majdnem 70 éves házas párunk, a Júri és a felesége. Ők vissza szeretnének majd menni, mert a gyerekük kint van és katona. Na most, hogy ez hogyan fog megtörténni, ezt még a, a jövő fogja Ők jelönteni. magyar, magyar Nem, ők abszolút nem, tehát ők abszolút ukránok. Egyikük se beszél a táborban, senki nem beszél magyarul. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, amikor mi próbálunk kommunikálni. Ö, ők vannak ketten, illetve van egy nagyobb acska család, ahol van egy nagy papa, a Szergály, ő az én szívem szottya, ő 60 évet töltötte idén, ő féllábú cukorbeteg meccsi, akiba érgalmatlan életvágy van. Öt a nyár folyamán kapott tőlünk egy... Jaj, hirtelen akartam mondani, nem, nem tolószék, hanem ez a, nem robogó, hanem mo moped. Uh -huh. Egy mopedet, igen. Kapott egy mopedet, na most ő bejárta már a fél megyét, a mopednál, és rendkívül boldog ettől. Az ő testvére Júlia és a családja van velük. Júlia érbeteg, ő neki a lábai folyamatosan fekélyesednek, tehát folyamatosan kezeljük a férje az egyik fülére teljesen siket, a másikra nagyot halló, és az ő négy gyerekük, illetve a legnagyobb lányunknak a babája van, egy egyéves kislány, az Eva velünk. Hát egy tüneményes társaság, én nagyon szeretem őket, mert Ugyan ők is vissza szeretnének menni, mert még élnek kint rokonaik, és hát Szergei otthon akar meghalni, ő megmondta, hogy addig nem hajlandó meghalni, amíg haza nem mehet, tehát ő ezt ezt kijelentette, ahogy beérkezett a táborba az első nap, hogy tudjátok, hogy még nem fogok itt meghalni, hát mi se szeretnénk, Szergei bácsi. Nagyon aranyosak, és én azt látom, hogy ugyan nagyon tisztelik a, a magyar szokásokat, és felvették a tempót, de ők még egy kicsit, én mindig azt szoktam mondani, amikor megyek le, hogy mini Harkov, megyek, megyek Harkovba, mert amikor belépek, akkor egy teljesen más millió fogad. Tehát ott, ott rögtön, rögtön megjelennek azok a jelek, amik az ő mindennapi életüknek a, a tükre. Ugye nálunk nem úgy működik a, te, a a tábor, mint ugye más menekült szállásokon, hogy készételt kapnak. Nálunk a főz. Tehát mi megveszük azt a hozzávalót, amit ő megkér, és ugye meg vannak pakolva a hűtők, meg vannak pakolva az élelmiszerraktárok, ő főz, ő tálalja a családnak az ebédet, tehát lényegében egy normál életet tudnak élni, amit ugye nem otthon élnek, de együtt a család. És ez nagyon fontos. Ez látszik a gyerekeken, amikor hozzánk kerültek, nagyon émültek voltak. Tehát a, ahogy ők átjutottak, majdnem lelőtték őket útközben, vissza akarták fordítani a vonatot, aztán nagy nehezen sikerült átjutniuk a határon. Nagyon-nagyon sérülteni érkeztek, főleg a gyerekeket viselte meg nagyon. A legnagyobb lányő 13 éves, ő két hónapig nem szólalt meg. Most arra beilleszkedett úgy a faluba, hogy barátai vannak, eljár, táncolni jár, van egy ilyen művelődési otthonban ilyen program, ahol tanulhatnak táncolni, befogadták, szeretik, tehát most már kinyíltak a gyerekek, kommunikálnak, látszik rajtuk, hogy hogy beilleszkedtek, ugye a picilányunk, a, a négy évesünk óvodába jár, tehát én azt látom, hogy nagyon szépen alakulnak, ugyanaz az oktatás az nálunk úgy zajlik, hogy ők online oktatásban vannak, harkokban. Mert ott a környéken hát nem tudtuk őket úgy iskolába helyezni, hogy ők ukrán nyelven tudjanak tanulni. Tehát azt nem lehet. Hát milyen sorsa lehet azoknak, a, vagy milyen jövő vár azokra a gyerekekre, ukrán gyerekekre, akiknek meg kell szenvedni ennek a borzalmas Igen. agressziónak, Putyinféle orosz agressziónak az összes következményét? Hogy fognak erre visszagondolni felnőtt korukba? Hát arra, hogy a szomszédos országban, Magyarországon otthon találtak, átmeneti otthon találtak és segítségre leltek, az biztos, hogy egy nagyon szép és nagyon kellemes emlék lesz nekik. No, beszélgetésünk vége felé, mert majdnem egy órát eltöltöttünk ezzel a beszélgetéssel. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmét. Van egy olyan elképzelésünk, itt az Oltalom Rádióban vagyunk most, hogy az ország minden településén, vagy lehetőleg a legtöbb településén létrehozzunk egy oltalomszigetet. Az oltalom szigetnek tulajdonképpen az lenne a funkciója, amit önök csinálnak. Nagyon egyszerűen akarjuk felosztani a világot, két részre osztjuk a magyarságot, megkérdezzük, hogy ki az, aki adni képes, és ki az, akinek szüksége van valamire. Ilyen egyszerű, faik egyszerűségű ez a dolog, és hogyha elfogadják, akkor honton Önök lesznek az első ilyen sziget, hogyha ebbe a, a, a folyamatba vagy ebbe a körforgásba beszállnak, mert hát járjuk az országot és keressük azokat az embereket, akikkel ez megvalósítható. Nem pénzről szól, itt pénz nincs. Szeretet van, akarás van, szolidaritás van és segítő kezek. Hát az nagyon tökéletes lehet nálunk kerítést festeni tavasztal. <laughs> <laughs> Meg fogjuk beszélni. No hát, kedves Nagy Viktória, alapítványi vezető, nagyon köszönöm, hogy ránk szánta az idejét, és hogy beszélgethettünk itt az Oltalom rádióba, és talán a hallgatók képet kaptak arról, hogy hogy működik egy civil szervezet, milyen feladatai vannak, milyen társadalmi közegbe kell ezeket a feladatokat megoldani, és hogy mi a legfontosabb, ami egy ilyen szervezetnek a munkáját segíti a pénzen kívül, a szeretet. Így van, a szeretet. No hát ezt a szeretetet kívánom önöknek is, és kívánom minden kedves hallgatóknak, akik idáig hallgattak minket. Köszönöm a figyelmüket, minden jót viszont hallásra, és viszontlátásra, kedves Viktor. Viszont viszontlátásra, viszontlátásra.